Tejtatlak titeket, a sátorajongjai szennybe kezett lelkiházszó tisztébe, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 1995. augusztus 20-án iktatták be a Sátoraljaújhelyi gyülekezet élére dr. Kádár Ferenc és Kádár Ferencné Isznai Éva lelkipásztorokat. Az elmúlt 25 év szolgálatáért hálaadó istentiszteletet szervezett a gyülekezet, igét hirdetett Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, köszöntötte őket a Zempléni Református Egyházmegye lelkészi közössége nevében Baksi János lelkipásztor, és munkájukat méltatta Bajusz János, a Református Egyházmegye gondnoka. Egyéb szolgálatokra most nem kitérve, ők maguk is számos gyermeket kereszteltek meg. Számos református hitvalló fiatalunkat, köztük ma már szolgáló lelkipásztorokat áldottak meg, és indítottak útra Isten igéjével az elmúlt évtizedek során. A Kádár házaspár élő gyülekezetet teremt és vezet mai napig. Munkájuk túlmutat az egyház közösségen. Erről beszélt köszöntőjében Szamosvölgyi Péter polgármester. És ennek a megújulásnak és ennek a látható, inkább nem látható, hanem érezhető megújulásnak a kovásza a nagy tisztelet úr és kedves felesége. Példamutató emberek ők. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő is köszöntötte a lelkész házaspárt. Kevés gyülekezet tudja elmondani a 21. században, hogy nem fogy, hanem gyarapszik. Köszönhetően annak a missziói szolgálatnak, amit a lelkész házaspár végez. Nem csak volt honnan, Debrecenből, nem csak a szülőktől, hanem egymástól is tudtak gazdagodni. Sok-sok esemény köthető ehhez a 25 évhez. Mácsi Dénes főgondnok röviden foglalta össze mindazt, mi történt az elmúlt negyed évszázadban. Elsőként 2002 és 2003-ban a templomtér teljes belső felújítása, a tetőcseréje, a világosítás és a hangosítás korszerűsítése történt meg. 2004-ben a gyülekezet közösségi házának megvásárlása és az alkalomhoz illő átalakítása ment végbe. 2010-ben a parókia fűtés, korszerűsítése és az ablakok cseréje történt meg. 2016-ban a gyülekezeti terem belső felújítása és a nyilászárók cseréjére került sor. A lelkész házaspár nevében Kádár Ferenc szólt a gyülekezethez. Köszönöm a kedves köszöntő szavakat és az igéket, amelyek mindenfelől értek bennünket. Igyekszünk elraktározni a következő évekre, és az Úristen áldását kívánjuk mindazoknak az életére, akik ezeket a szavakat, igéket átadták. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, presbitereknek, nőszövetségi tagoknak, az ifjúságnak, az énekkarnak, és nem sorolom tovább, minden kedves testvérünknek, akik azért szolgáltak már jó ideje a nyár folyamán, hogy ez a nap emlékezetes legyen. Akár itt a templomban, akár majd néhány perc múlva az asztalok mellett is, az agapén, a szeretett vendégségen. A 25 éves évforduló emlékére elkészült egy kiadvány is, amely a lelkész házaspár és egyben a gyülekezet munkáját mutatja be 1995 és 2020 között.